Volt, aki a helyszínen hasította össze a fát, hogy annak a tüzén főzze meg a halászlevet, más a gázégőt választotta. 2 évvel ezelőtt közel 20 bográsban főztek halászlét tolna a legnagyobb nyári rendezvényén, a Bárka Fesztiválon. Akkor is koncertekkel és egyéb programokkal színesítették a fesztivált, ám 2018-ban egyfajta váltás történt. Nem csak a helyszín miatt, hiszen akkor javában zajlott a Dunapart rekonstrukciója, hanem azért is, mert a város az emberi erőforrás fejlesztési operatív program pályázatán elnyert 250 millió forintnak köszönhetően a fesztivál költségeit nem a tolnai önkormányzat költségvetését terhelte, és ez így lesz idén is. A Pessoffer Ágnes polgármester azt mondja, ez nagy segítség a városnak, miként a pályázatban résztvevő másik 4 településnek is. Ez a projekt, ez az EFOP 152, ez a mi projektünk neve, a Lehetőség Egészség Közösség című projekt. Ez egy nagyon-nagyon széleskörű megvalósítást igényel, és ez, éppen ezért nagyon-nagyon sok szakember is van, aki ebben részt vesz. Tehát nem csak egy kivitelező, egy műszaki ellenőr, egy tervező, meg a projektmenedzsment, hanem ezen kívül számos munkatársunk dolgozik ebbe. Ennek a lényege az, hogy ugyan nyertünk majdnem 250 millió forintot, de ezt nem egyedül Tolnaváros önkormányzata, hanem még a térség, a járási önkormányzatok, ez a Fad, Fácán, Kert, Bogyiszló, és Szekszárd járásból a Siolgárdit vontuk még ebbe be. Gyakorlatilag mi vagyunk a konzorcium vezető, és akkor rajtunk kívül ez a 4 település, illetve egy budapesti alapítvány, az Együtt Európáért Alapítvány az, aki részt vesz ebben a konzorciumban, és közösen valósítjuk meg ezeket a programokat. A tolnai és a város környékén élő gyerekek ráadásul ingyen vehetnek részt a város által szervezett szabadtéri táborokban is, ami pedig a családoknak jelent nagy megkönnyebbülést. A közösségfejlesztés programok azok általában valamilyen helyi programhoz kapcsolódnak. Nálunk például a Bárka Fesztiválhoz, vagy Mözsön a Kervastruldu Fesztiválhoz, Siolgárdon, Bogyiszlón, Fácánkertben, Faddon is már meglévő programokhoz kapcsolódnak, valamilyen részt vállalnak ezekben a programokban, és ez azt jelenti, hogy akkor gyakorlatilag az önkormányzatok a már meglévő programjaikat tudják finanszírozni ebből. És mindezek mellett vannak táborok is, amik nagyon-nagyon sikeresek, tehát azért a nyáron tudjuk mindannyian szülők, hogy a gyerekeket elég problémás lekötni, a számítógép előtt egy kicsit, meg a lakásból egy kicsit kihúzni, és vannak benne olyan programok, amik táborprogramok, amiket itt helyben, tehát ezek nem bentlakásos táborok, hanem ilyen napközi jellegű táborok, ebből is évente 3 kerül megvalósításra. Én azt gondolom, hogy ez is nagyon-nagyon sikeres. Tavaly is rengetegen voltak ezen a programokon, és ahogy hallottam, az idei táborok is már terítettel vannak. A 2020-ig tartó projektben leszakadt társadalmi rétegek felzárkóztatását is megcélozták. Mentorokkal, képzésekkel, egyéni fejlesztési terv kidolgozásával segítik azokat, akik nem tudnak visszatérni önmaguktól a munkaerőpiacra. Mindegy 200 embernek tudnak így segíteni. Tudjuk, hogy van egy réteg, akiket borzasztóan nehéz visszavezetni a munkavilágába, na ezeket segíti ez a program. Tehát ez a 3 mentor itt, de a településekre is folyamatosan járva, azokat az embereket, akik még mindig nem tudtak, és vagy nagyon nehezen tudnak visszamenni a munkavilágába, ezeknek egyéni fejlesztési tervet készítve próbáljuk lépésről lépésre segíteni ahhoz, hogy ők is hasznos tagjai lehessenek a társadalomnak. Az emberi erőforrás fejlesztési operatív programból megvalósuló projektben 2000 embert kell elérniük, és 20 000 ember vehet részt.